Képzeld el, a malév gépeken életmentés történt. Leszállás előtt kiengedték a kerekeket. Beszarok. Hát ilyen nincsen. Ájjájjáj! Aj, még majd ellesek! Hát, drága szíveim! Mindenkinek buszantás, aki bejutott. Jó, vagytok, rendben van minden. Egészség? Adj hártyát az Istennek. Hát nézd. Nekem van egy öreg orvos haverom, azt mondja, tudod, Géza, az a fontos, hogy egészség legyen. Meg beteg. Jó van. Jó estének ígérkezik, jó van. Ilyenkor már el lehet dönteni, persze. Szeretettel üzenem a Nemzeti Színház tagjainak, azért mondom, mert jelen van a hanglemezgyár is ezzel a két hosszúval, és nem szeretek a levegőbe beszélni. Na, meg aztán, ha számon kérik itt, na, világos, neked világos, nekem még egyáltalán nem. Szóval üzenem a nemzetiseknek, hogy tiszta szívemből kívánom nekik azt az érzést, amit én minden alkalommal itt érzek, tele van a nézőtér. Mert tudod, sok helyen van úgy, hogy ez az egy, ami zavarja őket. Én nagy lila művész mindenki, és akkor van gond, ha ott vagytok. Pedig hát, ha nem vagy itt, mi értelme van ennek az egésznek? Én például a múltkor, ha hiszed, hanem otthon, úgy magamnak előadtam. Hú, de szar volt. Végén ki sem mentem meghajolni, le van. Szóval csodák vannak. Ja, mielőtt elkezdeném az egészet, tisztelettel szeretném megkérdezni, hogy hogyan szólíthatlak? Egyszerűen hazaárulónak? Vagy netalán díszdoktornak? Jaj, mi? Lemezgyár veszi? Na azért csak, mert hogy tutira menjek, mert szeretném megkérdezni, hogy nem tud valaki olcsón bérelhető repülőgépet kölcsön? Mert kimennék Kőbányára. Gyorsan vissza kell jönni, mert ott van ez a hülye picsa, ez a Csicsolina. Be akar kerülni a parlamentbe, gondold végig. Mintha nem lenne elég borzalom az egész. Csicsolina, hát ezek után hazamegyek Kőbányára, és letagadom, hogy ott születtem, hogy nem is jártam arra. És akkor a heti hetesben meghívják. Kell ez? Biztos kell. És akkor ez a izén, hogy mondják azt a strucc gyerek, ez a... Tisztelettel mondanám, hogy megfizetem, csak valaki feküdjön már levele. Hát egyszerűen, hát ne legyen más téma egy politikai jellegű műsorban, mint hogy most akkor mi van a jákszóval. Hát gyerekek, mit lepődsz meg, nem erről van szó? Na, így ilyen lett egyből. Mi lesz később, ha már most ilyen vagy? Mondtam, hogy lemezgyár. Ma mindent el kell mondani, mert aztán... Mécs Károly vezette a Terrorház ünnepség műsorát. Orbán Viktor
befejezte a beszédet, és azt mondta Mégy Károly színművész úr, hogy egyébként Orbán Viktor beszédét hallották. Hát nem lehet összekeverni, mert ha a kövér beszélt volna, akkor annak folyik a szar a szájából. De... Tudom, tovább. Európer man. A kövér az. Megesküszöm, hogy a Tiszából a cián kövér szájából ment bele. Viktorka az egy más, az szépen kimérten létrehozta a visegrádi egyeket. És akkor minket kértek meg, hogy akkor viselkedjünk rendesen, hogy akkor álljunk ki a kormány mellett. Én? Hát mit csináltam? Én semmi, én csak hallgatom, hogy még Dakota se vagyok. Jaj, gyerekek! Szóval, ha már mondom, itt van a lemezzel, akkor mindent el akarok mondani. Például, én nem vagyok egy észlény. Jó van, ez tetszik, hogy nem reagál. Ez jó van. Szóval azért mondom, hogy amit nem tudok, segíts, hogyha esetleg te másképpen vagy, jobban tudod. Itt van ez a fiatal élet, aki megmenekült, hála a jó Istennek, ez a barlangkutató. Sok-sok ember kínlódott az élete veszélyeztetésével, mentek és mentették, és hála Istennek kijött. Na most jön az én hülye agyam. Tisztelettel kérdezem. Abba a rohadt lukba, pláne a vizen keresztül, miért kell bemenni? Tudom, hogy bennem van a hiba. Mi a francért kell bemenni abba a lukba? Azt is mondták azért, mert APEC ellenőr. Hát akkor meg miért jön ki? Szóval nem is értem az egészet. Most volt egy kis szünet, és az újságírók azt írták, hogy Hofi, vagy beteg, vagy vadászik. Hát logikus a kettő, hogy hát. És képzeld, nem? Megírta az újságíró, hogy Hoffman urat keresték a kórházba, és hát nem találták. 6 kórházba nézték, és sehol nem találták Hoffman urat. És ben vagyunk a kórházba, és ugye éppen elfoglaltság van, várunk beöntésre. Mert az egészségügy az egy húzó ágazat. Húzod a barna csíkot magad után, tudod? Ez korosztályos probléma, szóval nem mindenki. És képzeld el, ott várunk, mert hát ezt is el kell mondani, ha már itt a lemezgyár. Nincs elegendő beöntőcső. Nem rágalom, nincs. Most képzeld el, ott várnak sorok, a betegek ott. És akkor ezt hallottam még az ajtón, nem tudtam, hogy mi az, amíg nem láttam, hogy... Beöntőcső. Na és ott várunk, néni az már megkapta. Itt ment el mellettem. Nem elég gyorsan. És azt mondja nekem, mert ugye az újság megírta, hogy 6 kórházba keresték Hoffman urat, és nem, azt mondja a néni, hallottál?
kórházakba összeírják a zsidókat. Ne idegeskedjen már, a Hoffmannál tartanak. Sajtó, mi? Vagy a másik utca, vagy beteg, vagy vadászik. Hát ezek az emberek nem is láttak olyat, hogy vadászat. Hát az nem olyan egyszerű. Van ez a sok állatvédő. Érdekes, amikor halásznak és kifognak 40 ezer halat, senki nem mondja, hogy milyen undorítóan tátog. A hal az más, az nem állat. Kergették a jaguárt, vagy mit. Na, nem érdekes. Szóval is látta? Or biztos. Milyen volt? Hát utána ment a farka. És nagy? Mekkora? Ha majdnem mindegy macskánál nagyobb. Ó, de sötét van. Na, és képzeld el, hogy milyen egy ilyen vadászat. Megyünk fel a magas lesre. Tüdő már egy darab se. Fent vagyunk. Vadászmester, meg a vendég. Itt csinál a vadászmester. Én. Ezt vagy 10-szer eljátszotta. Semmi nem jött. Ilyenkor van az a szöveg, hogy szép ez az erdő. Érdemes lenne betelepíteni vaddal. Na de ez még semmi, várjál. Megint ülünk, kurva ideg van, minden. Megint kezdi ez a... Én mindent elhiszek. Darabig ülünk, azt mondja, én hallgattam, hogy 800 méterre. Hogy beszarjon, itt csináltam, akkor én, hogy van egy magas les. Oda ilyenkor már kiszoktak jönni. Anyámra esküszöm, minden szó igaz. A szarvasok. Ki? Ki? Én átmegyek oda. Megnézem. Én magam maradok. Elment. Mozog a magas lesz, jön vissza. Kint vannak. Én is. 800 métert ne tudd meg, így. Fele úton megállt, így. Így nem lekap levegőt. Nem értettem, hogy miért kell lehúzódni. Semmi nincs a környéken. Ha fölmegy a magas lesre, akkor a deszkára lovagló ülésbe üljön. Nem fölemelni a fejében. Meglát. Máj halott voltam, kész. Fölértünk, illetve én, keresztbe ültem. Ő is jön föl, mondom, mi van? Már elmentem. Hát most gondold el. Már megdög lesz, levegőd nincs.
eldugul minden, és akkor mész haza, és megkérdezik, hogy mi volt? Hát voltunk vadászni. Hát, vagy beteg, vagy vadászik. Szóval csodák vannak, te egyszerűen csodák vannak. És most meg elkezdődött ez a választási kombány. Ó, ezt a mocskolódást. Jó. És olyan arcok jönnek, mert ha körözik, akkor azt mondom, hogy egyszer-kétszer mutassák be, rendben van. És ki van ám ezt találva, te, amikor még lehetőségese volt, hogy lopjon, málmentelmi joga van. Mert hogy lopni fog, azt úgyis tudják. Hát különben ki az a barom, aki egyébként menne képviselőnek? Így minden, olyan arcok, ez a eszpot, oszpot, kimehetsz, malapita bejöhetsz. Az MSZP-ben, de volt rendőr. Jó. Na ő is lesz képviselő. Miért? Meg ez az ország erős embere. Tudod, hogy hívják a feketét? Essel. Elég lassú vagy, nem? Igen, és... lesz a képviselő. Állítólag éjszakai képviselő lesz, mert... Ez az aranyos kokó. Hát ő is. Legyen a szomszédom. Ő is mondta, hogy a Fidesz ért száll ringbe. Vigyázni kell ezzel, Kokó. Gondold el, hogyha az argentin jön megint. Hát azért... Nem? Hát azért szegény Orbán Vitya azért többet érdemelne. De ez a repülő, ez tetszett nekem, te. Majd figyeld meg, legközelebb vitorlással megy. Vitorlás repülővel. Kövér húzza. Mert vissza kell érkezni gyorsan. Miért? Kinek sürgős? Könyvet írtak róla. Ez a urambátya, nem. Kende. Az írta, de... Saját fülébe beszél. Na de... Hogy ezt a könyvet is miért kellett, hogy mik vannak benne, meg hogy van benne... Nem jó a könyv. Akármi van benne, hát ez nem úgy működik, hát ahhoz egy író kell. És akkor kiírja, hogy Viktor a címe. Hát persze, hogy azonnal kirúgták mindenhol. Hát, televízióból így, bajn! Hát okosan kell ezt csinálni, hát ez egy szabad foglalkozású műfaj. Hát a Frey Tamás is így bukfencezett, amikor megkérdezte a bérgyilkostól, aki aztán két nap múlva már leheltéren volt kofa. Jaj, a Lehel csarnokot láttátok? Szép. Nem mondta, hogy nem szép. Nagyon szép. Ez olyan dolog, mint ha valaki a világ minden tájáról összeszed egy kis szart, és tud úgy egy csomóba oda teszi. Angyalföldön annyi aranyos, kedves, szegény ember él, hát most ezt kell nekik odaadni. Szendrő Józsi bácsi bejött egyszer egy premierre a színháznál, és utána megkérdezték, hogy hát direktor úr, hát akkor milyen volt? Fos! Azt mondja a rendező, igen, és hogyha összeáll, akkor még lehet szar. Hát ez valami... Igen. És akkor megépítik ezt a borzalmat. Jaj, Istenem! Na most nehogy ne tudjon bemenni egy mozgássérült, hiszen mindenhol ilyenek az emeletek. Most lejönni nem tudna, olyan lejtő, hogy
Na, Frey Tamásra visszatér, megkérdezte a bérgyilkostól, hogy hát mennyire ölné meg Orbán Viktort? Hogy lehet ilyen hülye kérdést föltenni? Az embert az álmai vezérlik. Na most... De hát akkor nem így kell megkérdezni. Az ember oda megy a vérgyilkoshoz, és így mutatja neki, hogy... Mondjam, vagy mutassam? Quanta costa? Kit. Második bet. Bán. Bank. No. És akkor mindjárt mondta, hogy 1 millió. Hát egy ilyen, tudod, milyen kurva nehéz találni egy ilyen törpét? Egy rendes férfi ember kiállnóda, fele ennyiből meg lehetne úszni. Szóval csodák vannak, te is. Indul a választási kombány, és mindenki nyomul. A gőg és magőg fia. Tudod, mi a különbség az Isten és Orbán Viktor között? Isten nem akar Orbán Viktor lenni. Hát ez... Hát ez egy ilyen... Képzeld el, a levél szekrényembe, 6. kerületben, mi épes képviselőnő, bedobta a szórólapjait. Hát az járjunk már meg. Zsuzsika drága, csókolom a kis kezét, de hát az én leveles szekrényemet ne szarozza már össze. Hát ez olyan, mint a Boros úr annak idején levelelt írt a feleségemnek, ez, hogy hát szavazzon ő rá. A címet nem nézed meg te? Kinek írod? Nekem dobja be, akkor... Ha. És a zsidó vagyok? Na jó, baseball ütő nincsen, de hát... Fatestápoló, mi? Szóval csodák vannak, én meg kapkodom a fejem, hogy mi van. És most már ugye az elszámolás következik, hát ciklus lejárt. Hú, ezt a rengeteg szart, ami ebbe volt. Hú. És amit az elején már mondtam, annyi furkó vett benne részt, úristen, nincs alanyállítmány. És a parlament ezekkel van tele? Az egyszerű ember hogy hívja a parlamentet? Besenyő csalás. Margit! Normális! Irgalmatlan! És mire lejár a ciklus, mindenkinek elveszik a mentelmi jogát. Mert tett érte. Borzasztó. Tordján Pubi. Most jobb, mert most csönd van. Csönd van. De kicsit nem lett volna szerencsénk, most ő az államelnök. De jó, hogy nem fogyott be a Duna. És akkor ilyet, hogy nem lehet egy ilyet félreteni, nem. A pacarra kell bízni. És hát, hogy ahogy szokás, nem a szóvivő tájékoztatta a népet, hanem kis feleség, jó nevű vidéki. Nagyon. Ótvar. Én egyszer láttam. Na nem színházban, ne csinálj. Ne sértsék meg. Parlamentben láttam, mondom, nézd már. Bejött a büfésnő. Na szóval ő mondta, hogy a Józsi már nem fosik. Mondta,
Hát demokráciában ez úgy megy, hogy tájékoztatják a lakosságot. Hát emlékezz vissza, amikor a Brezsnyev meg, már egy hete jégen volt, érted? Az ablakon kitették a kezét, hogy még él. Tájékoztatni kell az embereket. És akkor a kórházban meglátogatta a Pubit a két törpe. De a Horn Gyula miért ment? Megírta Gyula apostol első levelét az egyháznak. Azért is egy érdekes mi, mindenki megsértődik, és azt senki nem ejti ki a száján, hogy most akkor igaz vagy nem igaz. Arról nincsen szó. Azt mondtam múltkor egy lelkész úr, helytelen, hogy a családok hajtják a pénzt, és nem tudnak vacsorázni gyertyafény mellett, hanem csak a pénzt hajtják. Igen, lelkész úr, igen. A GDP akármekkora, ez a sok szerencsétlen ember hajtja a pénzt, mert különben éhen döglik. Nem tud semmit sem megvenni. A nyugdíjasok, tudom, rengeteget emeltek, de a csirkenyakra meg a csirkefejre se. Na most ilyeneket nem szabad bántani, hogy a miért nem, miért a pénz után megy. Mert rá van kényszerítve. Magának könnyű. Hazamegy, ott a persely. Hát ez ilyen egyszerű. Nem kell bántani, van elég bajuk szegényeknek, ez irgalmat. És akkor elmentek meglátogatni, a Gyula vitt madártejet. Beveszed? Én csak azt nem értettem, amikor a Viktor ment, de a miniszterelnök úr azért álljunk meg. Jó, nem repülővel ment, de ment. És erre képzeld el, odaér, kútvölgyi nővérkék töki gépisztolyba. Itt van a miniszterelnök. Igen? Hányszor várakoztatott engem a parlament folyosóján? Pedig én tettem a fejére a koronát, és én is veszem le onnan a posztkommunista, kommunista poszt. Alszom. Szépen jött a miniszterelnök, a Pubi meg. Bement Viktorka a kórterembe, nagy nehezen fölmászott az ágyra, és ez a lába. És ezt is. És akkor álmában a Pubinak megjelent a hófehérke, meg a herceg. És a hercegnek lecsúszott a gatyája. Hófehérke ekkor ismerte meg a 8. törpét. Szóval csodák vannak. És most ugye jön az elszámolás, ez a kisgazdapárt, ez a 8 kisgazdapárt. És a szemük nem rebbente. Azt mondja, Gyümölcsi Géza! Idézem. Magyarság érdekeit, ez bántsa. Bántsa. Gyerekkoromban Veszprém megyében ilyeneket legeltettem. Csak akkor még nem ment mindegyik képviselőnek, mert
van, amelyik már akkor több tejet adott. És akkor a pofájukon kimerik ejteni, hogy Isten, haza, család. Ha már az Istenné tartasz, ott van mindjárt mellette a 10 parancsolat. Ne lop! És ne tőlünk a franc ennem áll meg. Katolikus, keresztény értékrend. Olyan van, csak nem ez az. Ne keverd. Borzasztó. És például az államtitkár úr. Hát úgy jött össze, hogy 1 milliárd 124 millió, és amit nem értek, hogy hogy jött ki az, hogy 423 forint. Hát ha ez egy belevaló vagány férfi ember, akkor azt mondja, hogy tegye el. Hát nem hagyott se. Na, és a székely, az a nagyvarázsló, a székely. Ja, csatornás. Ilyen szöveg, azt mondja, nem is tudom, hogy kerültem a Gellért térre. Valami posztkommunista, Lenin fiú, csalt oda. Ez a diliük, tudod, hogy vér fogja magát folyni, meg a kommuni. Más nem tudtok mondani, mondjuk okosabbat. Hát ilyen Lenin fiú, hagyd már Lenint. Hát Lenin hozzátok képest gyümölcsoltó boldogasszony. Hát ez ilyen. Hát gondold el, ez a szerencsétlen Lenin egész politikai pályafutás alatt mit szedett össze? Vérbajt! Nem 20 milliót, hanem vérbajt. Tehát még férfi is volt. Édes Istenem! Csak azt mondja, hogy hát ott álltam a kellértére, ki volt nyitva a kocsi majtaja, és egyszer csak sítsújt. Se szó, se beszél. Betettek 20 millió forintot. Ha hiszed, hanem azóta napi 14-18 órában nyitott ajtóval megyek így a... Én a franc enném meg, engem senki nem akar törbecsalni. Székely úr. És ennyit lehet a csatornából, ennyit. Hát a parlamentben is komoly beosztása volt. Tudod, mi volt a dolga? Közbe szerzés. És akkor beadják a vagyonnyilatkozatot, a pofátokról nem sül le a bő. Van egy jó vicc is erről a csatornáról. Képzeld el, eldugult a pöcegödör. Van olyan? Na és kihívták a mesterembert, hogy meg kéne csinálni. Na! Buj, 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 buj. Érezni, érezték, látni nem látta. Bugy, 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 bugy. Egyszer csak jön fel a mester. Azt mondja az inasnak 22-es kulcsot. Tizenhetes kulcsot. 6-7-szer így fölmegy, lemegy. Azt mondja az inasnak, aztán fiam, figyelsz? Igen, mester, figyelek. De csak azért, mert különben életed végéig adogathatod a kulcsokat. Ja. Várjál, kimosom a számot. Mi ez? Hát nem szórakozom. Nem szagoljuk, isszuk.
Csókolom. Nem mersz fölállni? Buli van, mi buli? Na? Ezt elhiszem. Remélem az orvos nincs itt. Ja, úgy ki tudok száradni. Borverseny volt, képzeld, kitöltik a bíróknak. Gyertya meg minden ott égít. ...1723 Tokai szürke barát. Mi? Veszi az almát. Megint. 1820. Aszú. Hát ilyen. Öntenek neki bele vizet. A kurva anyjába ilyet én még nem ittam. Hát... Ha! Ma szóljál kell. Múltkor egy fiatal lány mondta neki, undorodsz előttem inni? Hát ne csináld már. Na, tündéreim, nem tudom, mondtam, én nem mondtam még. Nem tudom, koromnál vagy minél fogva, hűlök. Hát te nem állt. Hűlök. Olyan vagyok, mint a Józsi bácsi. Figyelj el rám, vénbarom! Kavintont be kell venni, mert elfelejti. Bevenni a Kavintont, idióta. Lemegy a közétbe, érti? Lemegyek a közétbe. Két dolgot kell hozni, tejet meg kenyeret, menjen már francba. Megyek a francba, már jelzik. Jön vissza. Elintézte? Tessék, itt van a fogkefe. Vény, hülye. Mondtam, hogy két dolgot kell hozni. Hol a fogkrém? Istenben már az ilyen. És én meghűlök. Ha képzeld el, egy nyári vakáció után bejövök ide a színházba, saját szövegemet elfelejtem. Na ugye, nyáron előadás nincs, az ember csak akkor nyitja ki a száját, hogyha hányni kell. Én nem mondom vagyok, inkább az orrom legyen borvirágos, mint a fogam vízköves. Ez nyugodt. Nem ismerted? Tudod, mi rosszabb a sör hasnál? A pizza hát. Na, az elején hogy megéreztem, hogy ma jó este lesz? Nyugi. Nincs mindig így. Nincs. Múltkor is ki volt a lemezgyár, képzeld el. És úgy akartam, hogy valami frankót. Busszal jöttek. Az nem lenne baj, csak ide is értek. Érted? És az... Csak akkor az ember mondja. Hát ilyenkor én is hamarabb érek haza. Az is igaz. Pedig vannak ilyen bemelegítő patronok. Képzeld-e? Egy embert vendégül látott a Clinton, a Fehérházban. Hát ott sétálgatnak, azt mondja a vendég. Hát, az meg egy magyar szobor. Nem már. Egy amerikai szobrászművész alkotása. Amerikai szobor. Igen? Na de, az egy magyar festmény. Hogy lenne magyar festmény? Az ecsetkezelést nézze meg, hát az késői reneszánsz, délután 4 óra. Hát ez a... Hát ne vittek. Az egy amerikai festőművész. Tényleg? Na, de az egy magyar cigány! Az egy velencei tükör. Hát ez teljesen. Betörtek a Pólus Centerbe.
nem tudom, az interneten olvastad-e, hogy Hofi lenyomta Orbán Viktor ország értékelő beszédét. Hát, erről nem tehetünk. Az van, hogy az ő beszédét nézték 600 ezeren, a indul a bakterázat meg engem, 2 100 000. Hát ez szakma. Egy olyan dolog. Azért, mert valaki alcsút dobozról elindul, hát az még nem olyan. Még repülővel se. Szóval valami eszeveszett dolgok ezek. Na, betöltek a Pólus Centerbe, rendőrség elkapja. Neve? Lakatos. Na és a kora? Azok nem mi voltunk. Na, képzeld el, keleti pályaudvar előtt karórákat árulnak. Szöngyelvevő, fölpróbáltam. Fölpróbálja a karórát. Beül a kocsijába, így. Kurva anyádot elvitted beszerzési áron. Hát ez az, hát ez az egyszerű. Jaj. Jaj! Jaj! Szóval mondom, hülyülök! Abban a kommunista világban, képzeld el, mikor valami nagy nehezen eszembe jutott, egy évig nyugodtan mondhattam. Semmi nem változott. Most tévéhíradót megnézem, egyszerre mind a 8-at. Színes, változatos! Ah. Ne menjen el! Mást nem tud egyik sem mondani. Ne menjen el! El ne menjen! Húzom rajta 3-at, de ne menjen el! A rohadt anyád élvezetét azt szabályoz, ne az enyémet! Visszajövünk! Ne! Hát ahova ez az egész süllyedt, valami irgalmatlan. Mert ugye, amíg a szovjet tankok rabigájában sínylődtünk, néztük a szovjet filmeket, kátya nem hátrál. És úgy indult minden szovjet film, hogy egy fiatal fiú meg egy lány, így fordultak be sallóval, kalapáccsal, hogy emberek, ki ez a szerszám? És 40 évig senki nem jelentkezett. Na de most már egész más. Szabadok vagyunk, NATO kezdve. És nézzük ezt a rengeteg cukrozott amerikai lila taknyot. Ott van ám jó film is, csak azt nem a csatlósok kapják. Az szépen, pénzért. Hadd átkozódjak. Az is rohadjon meg. Az egész családjával együtt. Aki ide behoz még egy brazil sorozatot. Hát ilyet. José Don Padrafos. Ezt még lehet alul überolni, vagy? De hát, aki akarja, nézze. Amik itt vannak, hát barátok közt. Úgy látszik, ez egy ilyen fideszes családmodell. Ekkora idióta semmi szarházi kölök, már tripperes. Érted? És meg sorozatba is. Beszélni nem tudnak semmi, de... Ez van. Hát aki akarja, az ezt nézi, világos. De ami közügy, a bemondók, meg úgy általában a televíziósok, 80%-a. Fogós műtétes, koraszülött, beszédhibás, idióta barom. Következő a múltkorfja. Akarsz a munkatársunk
lenni. Ez kancsaló, mint a miniszterelnöki tanácsadó. Arra megyünk, amelyre nézünk. A vadászatnál kérdezik, hogy már ne haragudjál, te oda lősz, ahova nézel? Akkor átülök a másik helyre. Na és várj, nincs még vége. Sürgősen adva jelentkezést nekem sikerült valami eszeveszett. Utka jött egy nő, jó nézett ki. Ja Istenem, csak ne legyen beszédhibát. Megszólalt az időjárás jelentésben. Onnos köcsitálás. És a végén még rátette, hogy sikasság. Az edúsó szilárd, az legalább nem beszédhibát. Igaz, annak meg valaki közelállónak meg kéne neki mondani, hogy időjárás jelentésről beszél. Szonetteket szaval. Én meg addig szarrázok. Hát nem? Múltkor megtörtént, képzeld el, így áll az érettségiző kabátba. Azt mondja, de már idő van. Fizetni? Szilárd, de őszintén. Megtörtént. Meddig esik az eső? Földig. Csodák vannak. Eszeveszett. És kikérem magamnak, mert ugye ezek, hogyha frekvenciát megvette valami akárki külföldi, nem is tudja, milyen országban van, de ő majd megmondja. Kikérem magamnak, hogy fél óránként elém küldjenek egy idióta menstruáló kurvát. Velence száraz meleg érzés. Jó, hogy tettem be filmet. Hogy rohadj meg? És akkor a nyeszlet cseggével jön előre, hogy nem ütött át. Gugolj rá a tükörre, te szerencsétlen! Azt meglátod! És ez a műsor. Eszméletlen. Meg a szintén fiataloknak, figyeld, nyilván látod a chips. Bébé, bébé, bébé. Fanta buli van, buli buli van, fantába. Töltsd le a logómat. Buli van. Itt emberek már nem születnek. Bébé, bébé. Hol el áll elé, ala. Hogy rohagy meg? Na, képzeld el, buli van, és megérkezik a chips. Ez építő jellegű, fiataloknak kulturálisan. Na, a chips. Elmegy a buliba, majd megérkezik a mustár. Tények. Na most. A mustár a chipset kiviszi a folyosóra, ott szarrá kúrja. Ez van. Nem enyelegnek, adj neki. Na és a mustár kiviszi a chipset, és megjelenik a képernyő alján. És 9 hónap múlva jön a mustáros chips. Anyád mikor jön? Ezt megvárnám. Szóval valami eszméletlen, te. Eszméletlen. Vagy a másik. Sága sem, Somka.
Hát aki ilyen beszédhibás, azzal miért nem azt mondatják be, hogy hurka? Abban nincs az a kurva S betű. Idősebbek emlékeznek még rá, Takács Mari, Varga József két szuper bemondó volt. Értették a foglalkozásukat. Hát akkor egy ilyen pösz megszólalt volna, az ország fölbordult volna, hogy ezt vajon kibassza. Hát különben hogy kerülne be a tévébe? Egyetemről persze, bölcsészkar, indián szak. Hogy rohadjon le az egész minden. Jaj. Na, hölgyeim és uraim, ünnepi percek következnek, ünnepélyesen felavatjuk az ismeretlen Hülye Pista emlékművét. És most az emlékművet megkoszorúzom, nem babér koszorúval. Adsz a szívem. Ez nem babér, látod? Ez nem babér, nézd meg! Ez nem babér. Átkötve imidzsel. Ez nem babér. Most, akkor elmentem babér, hát te. Olyan kurva drága volt. Na, mondom, ez a figyújé, nem a babér. Várj, felakasztom, mert elzsibbad a kezem. Szóval mondom, itt a választási kombány. Elindulok én is ezen a választáson. Hát gondold el, nekem nem kellene kobogtató cédula, hogy szavazz rá. Anyádból hajadon csinálok, szavazz rá. Drága szívem, hát álljál már meg. Ha. Csak úgy mondom, ma este van az 1543. előadás. Ha a fele rám szavaz, megnyerem Ausztriát is. Hát álljál meg. Hát nem. Van egy jó nóta, az majd segít a választás. Van a címe, hogy gondolj apádra, ha rákerült a lapádra. Apádra, ha rákerülsz a lapádra, megmondtam előre, fel ne menj a tetőre. Egyszer kell leesni, már nincs mit keresni. Oda szút, ahova kör. Hozdi fiú, hozdi lány. Nyugdíjas lesz valahány. Hozzata, 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 papa. Hozzata, hozzata, hozzata. Gondolj apádra, ha rákerülsz a lapátra. Megmondtam előre, fel ne menj a tetőre. Egyszer kell esni, ma nincs mit keresni. Én arra gondoltam, hogy ti lesztek a kórus. Hát nem angol kórus, hanem ilyen énekkari kórus. Nézd már oda hátra, s lőn világosság. Ha kiderül, hogy tudok fakasztani vizet is. A Tiszát rám kenik, az biztos. Na, drágaim, a szöveg ilyen egyszerű. Gondolj apádra, ha rákerülsz a lapádra. Megmondtam előre, fel ne menj a tetőre. Egyszer kell leesni, és már nincs mit keresni. Próbát tartunk tenni. Ezen a hangon. Első közös fellépésünk, ne vicce. Ha sikerül, leadja a lagzilajcsi. Nincs a jót okáthatsz rajta. Nem lettem kócos? Berlin zuhogó eső. Milánó szarok a hajamra, hát miért?
gondolj a vádra, ha rákerülsz a papára. Megmondta előre, kurva jó, fel ne menj a tetőre. Egyszer kell, wait, la, 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 már nincs mit keresni. We don't go down, do don't go down, go ding dong. Na, akkor most élőben, tessék. Erre kell belépni, hogy uff. Nem muff, uff. Na. Gondolj a pátra, rákerülsz a lapátra. Megmondtam előre, fel ne menj a tetőre. Egyszer kell leesni, most modulálás jön. Figyelj! Te csak az édesanyádra gondolok. Kicsit be vagyok brutósítva, gyerekek. Nálunk két dolog nem vált be, a brutó meg a gettó. Nem azért teregetek ám vizes, nem találom az üvegemet. A derekamara, rohadt anyám. Látom az alagút végét. A rohadt anyába valami barom kivette belőle a bokros csomagot. Gyere, kapaszkodj meg, különben száradhatsz a földön. Amihez csak nyulunk mélyen van, mi? Jaj, a rohadt anyába. Ez a nyeles gatya. Nagy MDF találmány ez a kárpótlás. Na, finom úriasszonyok, lehet érteni. Tanuld meg, különben nehéz öregkorod lesz. Ez a hülye atomos világ ez. Ha atomot ledobnak, eltűnik az üveg is, meg az ember is. Ha meg hidrogén dobnak, akkor meg kiszőkülsz. Vagy nem. Akkor csak az ember tűnik el. Most mi a rohadt anyjukat dobtak le? Csak az üveg tűnt el. Utolsó magyar hadifog vagy. Mikor kiment, még volt lépcső. Tavaris! Anya neve Pazsa Lujza.
Így is oda! Én megyek szavazni, és te? Te melyikekkel mész, a leszbikkel vagy a buzival? Nagyon, nagyon fáj. De Isten bizony jössz szavazni. Jó. Azt mondta egy ember az orvosnál, doktor úr, nem tudok menni. De hogy jött ide? Jönni tudok, menni nem tudok, doktor úr. Felteszek neki egy vaprózt. Gratulálok, jó van. Ezt a szombathelyi polgármester nem értené. Nem. Fidesz, nemzetközi osztály. Sto! Eto. Eta kota. Kota? Da. Da kota. Fogadás jobbról! Tiszteleg! Beszállott a gatya a vármegye házára, villamost vesz, Demszki, törjön el a lába, a dráma kabá... Mát is öltöztem. Most meg a hajam, az már indulok is. Hát, drágáim, aranyosak voltatok egész este. Hálából beviszlek a fénybe a pompába. Bankot nyitok. Hát nem úgy, mint a lupis meg a csalis. Én munkával, falbontással. Elmondom, mi a dolgod. Ami pénzed van, ideadod nekem. És kész vagy. Nem baj, veszünk rajta kárpotlási jegyet. Viktortól, mert ő se tudja eladni. Csak ő nem is kapott, mert az apja akkor még nem. Aztán lett apja. Illetve bányász. És a pénzedet befektetem, nálam papírba. És adok ilyen hosszú lejáratú csekkfüzetet, ilyen tandala. A világ leghülyébb magyar... Ne tépke. A világ leghülyébb magyar reklámját ismered? Tudod, mikor az egész ház szarik. És ennyi barom emberrel megyünk Európába. Mindegyik az erkélyen szarik. Hát ezt, hogyha én értem, ekkora bulája, kérzed el, és akkor na fröccsöntő megy. És akkor még akkor prűd is, prűd, azt mondja, nekem ennyi elég. Ekkora karosszériára neki elég. Elég, akkor elég. Hát mit értem? Tudod, ha elég, akkor nem elég, nem elég, akkor meg nem elég. És képzeld el, ez a nagy bulájú, a világ legrondább nője. Az alsó teste az így ekkora, így, a felső meg ilyen kik. Pörsenés nincs rajta, semmi. Olyan melle van, mint a struma, befele nő. Hát fiatal korában szájon keresztül csöcsörészték. Hát ez még. És gondold el, ez a nő bement a szaunába, egy férfi már ott volt bent, amikor a nőt meglátta, jaj, szinte, hölgyem, ne értse félre, de maga valami eszeveszett ronda. Tudom én, de
mit csináljak, hát nem tehettek rólad. Nem akartam bántani, hát én meg tudnám magát gyógyítani. Természetgyógyász vagyok. 2 hete vizsgáztam. A gépkocsi vezetés bőlőtök. Én magát meg tudom gyógyítani. Na, hát de hogyan? Igen, egyszerű. Ha papírral itt középen dörzsüli, azonnal elkezd nőni a melle. Maga csak dörzsüli, a melle meg kerekedik, gömbölyöd, jaj, de boldog vagyok. És mi erre a biztosíték? Hát nézze meg a seggét. Hogyha azt mondja,